Sok szeretettel köszöntünk benneteket, kedves testvérek! Elolvasunk egy igét, és készülünk a szívünkben adventre, vagyis az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. János evangéliuma első részéből a 19. verstől a 27. olvasom fel. Ez János bizonyságtétele. Amikor a zsidó papokat és lévitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék tőle, ki vagy te? Akkor vallott, és nem tagadott, ezt vallotta, én nem a Krisztus vagyok. Erre megkérdezték tőle, hát akkor Illés vagy te? De kijelentette, nem az vagyok. A proféta vagy te? Így válaszolt, nem. Ezt mondták neki, ki vagy? Hogy választ adhassunk megbízóinknak, mit mondasz magadról? Erre ő így felelt. Én kiáltó hang vagyok a pusztában, készítsetek egyenes útat az Úrnak, ahogyan Ézsaiás próféta megmondta. A küldöttek között voltak farizeusok is, és ezek tovább kérdezték őt. Miért keresztelsz te át, ha nem te vagy a Krisztus, sem Illés, sem pedig a próféta? János így válaszolt nekik. Én vízzel keresztellek, de közöttetek áll az, aki ti nem ismertek, aki utánam jön, és akinek sarulja szíját megoldani sem vagyok méltó. Tehát ezt a szakaszt olvastam most fel, és erről fogunk beszélgetni. János apostol, tudjuk, hogy keresztelő János tanítványi köréhez tartozott, és ő nagyon alaposan le is írja ezeket a történéseket, amik keresztelő János körül alakultak. Tehát a történet azzal kezdődik, hogy a zsidók biztosan, hogy a vezetőség, a nagy tanács tagjai lehettek, papokat és lévitákat küldtek Jánoshoz Jeruzsálemből, hogy tudakozzák meg, hogy kicsoda is ő. És van egy ilyen ismeretünk is, hogy ebben a korban volt egyfajta olyan várakozás, hogy a lévita nemzetségből, a papi vonalból fog származni a messiás, a másik vonal pedig azt erősítette, hogy a Júda törzséből, a Dávid házából fog származni. És kérdezik, hogy ki vagy, hát a származás megfelelne tulajdonképpen, hogy messiás legyen János. De ami igazán komoly támpont lehet egy hív ember számára, ez az Isten igéje és a Szentlélek világossága. Az igén keresztül megismerhetjük önmagunkat, hogy kik vagyunk, hogy Isten gyermekei vagyunk, vagy még koldulunk a mások szeretetéért, még nem vagyunk képesek szeretet adni, hogy kik vagyunk mi tulajdonképpen. Ugye itt a 19. vers így kezdődik a Károlyi fordítás szerint, ez a János bizonyságtétele. János élete korai ifjúságától fogva születésétől az Úrnak komolyan oda szánt élet volt, de nem csak a szülei szánták oda Jánost az Úrnak, hanem keresztelő János önmagát szánta oda minden megalkuvás nélkül,
az Úrnak és az Úr szolgálatára. Az élete bizonyságtevő élet volt. Tódultak ki az emberek a pusztába, olvassuk a Márk evangéliumába is, hogy a Jordán folyó mellé az emberek mellüket verve, a bűneiket sorolva vallották meg, elismerték, hogy bűnös emberek, és hogy János pedig hirdette az Úr megbocsájtását, bemerítette őket, és az Úr szerinti tiszta életbe való járást. János élete bizonyságtétel volt az élő Isten szeretetéről, megbocsájtásáról olyan módon, hogy hirdette az Isten ítéletét. Nem alkudott meg, ilyen kifejezéseket használt a törvényeskedő vallásos emberekre, hogy mérges kígyónak fajzatai, kicsoda intett meg benneteket, hogy ide jöttök vallást tenni a bűneitekről. Úgy hirdette Isten ítéletét, hogy abban Isten ereje és hatalma volt. Nagyon sokan remélték azt, hogy János, vagy az Illés lelkével eljövő próféta, vagy pedig maga a várt mesiás. János pontosan tudta, hogy hol a helye, hogy Isten mire hívta el, és mi a feladata. Mit is kérdeznek tőle? Itt Sándor is beszélt erről. Megkérdezik őt, kicsoda vagy te? És János megvallotta. Megvallotta, nem tagadta, hogy ő kicsoda. Először is ugye azt mondja, hogy nem én vagyok a Krisztus. Nagyon sokan hívő emberek közül megtérésük után valahogy úgy elszállnak, és úgy gondolják, hogy ők erre, meg arra, meg amarra hivattak el, önmagukat kinevezik. Ma a leginkább divatos, amit itt a második kérdés föltevésénél mondanak, kicsoda vagy te, hát Illés vagy te? És mondta, nem vagyok. Proféta vagy te? És ő felele, hogy nem. Nagyon sokan kinevezik magukat prófétának, és megdöbbentő az, amikre ők használják a próféta jelzőt, vagy legalábbis a szolgálatra való felkenetést. János azt mondja, nem vagyok, pedig ha valaki elmondhatta magáról, hogy az Úr szavának a közvetítője, az Keresztelő János volt, hiszen látta a lelket leszállni Jézusra. Pontosan kijelentetett a számára, hogy Jézus a Mesiás. Nem csak ez, nagyon sok minden. De ebben, hogy kicsoda vagy te, megmaradt abba az Isten szerinti elhívásba, amire ő feltkenetett. Testvérem, nagyra vágyó vagy többre vágyó? János nem vágyott a főpapok elismerésére, nem vágyott a farizeusok elismerésére. Ő nem vágyott senkinek az elismerésére. Ő hűségesen az Úrra vágyott. Az Úr lelke volt vele, és tette azt, amire az Úr felkente, címszavak nélkül. Nagyon sokan akarunk embereknek tetszeni, várjuk az emberi elismeréseket, miközben uramozunk, és igyekszünk az Úrra járni. János nem ez volt. Amikor őt megkérdezték, ő bizonyságot tett, hogy ő ki nem, és bizonyságot tett arra, hogy mire kente föl az Úr. Testvérem, ilyenkor adventkor a bizonyságtevés ideje van. Ebben a világban is ugyanúgy, mint akkor János Keresztelő János idejében, nagyon sok a pogány életű ember. Ugyan meg vannak keresztelve, ugyan van egy nyaklánc is a nyakukban, mint keresztlóg,
de nagyon messze vannak Istentől, nagyon messze vannak az Úrtól. És az Úr arra keni fel az övéit, amire Keresztelő Jánost is, hogy tegyenek vallást, bizonyságot, nem magukról, hogy ők kicsodák, hanem a megváltó Jézus Krisztusról. És egész életében Keresztelő János az Úrra mutatott. Itt, hogyha szabad belekapcsolódni, hogy János azt mondja, hogy ő útkészítő. Én, mikor diák voltam, hogy középiskolás, elmentem munkába, akkor még ugye voltak makadám útak, és volt ilyen útőrház, útászok voltak, és elmentem oda dolgozni. A dolgom az volt, hogy készítsem az utat, kaptam egy lapátot, és az volt a dolgom, hogy arra a döcögős, gidres-gödrös útra föl kellett lapátolni a földet. Meg ha volt köztem valami kabics, akkor azt is, és akkor jött egy autó, dur, mindent letarolt, úgyhogy hiába csinálta az ember, de azért ez volt a munka, hogy újra és újra feltölteni. De János valami nem ilyen haszontalan munkát végzett, hogy annak nem volt meg az eredménye. Igenis, megvolt az ő útkészítésének az eredménye. Igen, és hogy ő kiáltó szó volt a vallásos emberek körében, kiáltó szó volt a világi emberek körében is, mert elment a királyhoz is, megmondta neki, hogy nem szabad néked ővele élni már a testvéred ellopott feleségével, és hogy az vagyis az útkészítésének a leglényegesebb eleme, hogy Krisztusra mutatott. Igen. És hogy a Szentlélek jelentette ki neki, hogy ő az a Krisztus. A későbbiekben. Ez nem az ő véleménye volt. Igen. Ezt a Szentlélek által jelentette ki, hogy ő az. És bizonyossága volt felőle. És megvoltak a kritikusai Jánosnak, hiszen a farizeusok, az írástudók és sok mindenki más kritizálta, és amikor János azt mondta, hogy nem én vagyok a Mesiás, nem én vagyok a Krisztus, nem én vagyok az, akiben az Illés lelke által jelenlévő próféta van, akkor a fölteszik neki, na de akkor miért meríted be az embereket, ha nem te vagy a Krisztus, ha nem te vagy az Illés próféta, az első rész 25. versében van, és erre számíthatunk. Azok, akik élő bizonyságot tesznek, nagyon sok kritika éri őket, amit alázattal el kell hordozni, hogy miért teszed ezt, meg miért teszed azt. Hát azért teszem, mert az Isten igéje arra tanít. Azért teszem, mert az Úr elhívott. És akkor Keresztelő János nagyon csodálatosan válaszol Isten szent lelke által. A 26. versben olvassuk, én vízzel keresztellek, de köztetek van, akit ti nem ismertek. Aki előttem lett, és aki utánam jő, akinek én nem vagyok méltó, sarulja szíját megoldjam. Itt sok üzenet van ebbe a két versbe, a 26. 27. versbe, hogy amit én teszek, hogy vízzel keresztelek, az egyfajta jelkép. De igen, köztetek van. Igen, és Keresztelő János tulajdonképpen a bűnbánatig vezette el az embereket, megmutatta, hogy ezt a bűnbánatot a Messiásra való tekintettel gyakoroljuk, vagy tesszük, és hogy az emberek átérték azt, hogy meg a bűnbocsánatot azzal, hogy Keresztelő János prédikált
az ige előhívta belőlük a bűnbánatot, összetörtek az emberek, kívántak meghalni a régi életüknek, de János tovább nem tudta vinni az embereket. És ez óriási nagy baj, hogyha mi csak a Keresztelő János tanítványai vagyunk, hogy csak eddig tudjuk elvezetni őket, hogy az Úr megbocsátja a bűneit, megveregetjük a vállát, hogy felejtsük el, megtesszük, meg akarsz térni, tedd föl a kezed, mondok érted egy imádságot, ám nem megtértél, csak nem született újjá. Én nagyon sok olyan kedves emberrel találkozom, akikért mondtak egy imádságot, de nem születtek újjá, nincs új életük, és ezért nagyon megrekedtek, és nem tudtak lelkileg növekedni és fejlődni. Keresztelő János tudta, hogy ő vízzel keresztel. Ez a vízzel való keresztelés, vagy bemerítés azt is jelentette, hogy megtisztulnak. A megtisztulást hirdette, hogy az Úr közelében, az Úrban van a megtisztulás, a bűnbocsánat és a megtisztulás. Az emberek elrendezték a bűneiket, egymástól bocsánatot kértek, újat kezdtek, a családi életüket rendezték, sokra jutottak a János által hirdetett és átélt vízkerességgel, de tudta János, hogy ennél sokkal több is van, és erre azonnal fölhívta az őt kérdezők figyelmét, és azt mondta, köztetek van, akit ti nem ismertek. És adventnek ez az üzenete, hogy a feltámadott Jézus Krisztus a Szent Lélek által közöttünk van. Akkor is köztünk van, ha te nem ismered, és átélheted, megtapasztalhatod, és megismerheted az ő szeretetét. Én naponta átélem azt, hogy Jézus közöttünk van. Olyan csodálatos, hogy az Úr minden baj és nyomorúság gomban is ott áll mellettem, ott van, nem engedi el a kezemet, és megmutatja, hogy ő itt van, és ő nem hagy el. Testvérem, te ismered a megváltó Jézus Krisztust? Mert itt van jelen ebben a világban a Szentlélek által, a te életedbe is jelen akar lenni. Az ajtó előtt áll és zörget, hogy nyisd meg az ajtót, mert ő itt van, és ő veled közösségbe akar élni. A János, amikor azt mondja itt a erősen érdeklődő farizeusoknak, hogy nem vagyok, tehát akinek már a Mesiásnak sarulja szíját, megoldani sem vagyok méltó. Itt János nem azt mondta, hogy ő egy nyomorult féreg kukac, bűzbarlang, bűnbarlagon vagyok, hanem az ő porszemboltát fejezte ki, hogy senki vagyok az Úr előtt, az Úr előtt, az Úr orszája előtt. És ugye az, hogy méltó, nem vagyok méltó, mondta a százados is, ez nem azt jelenti, hogy erkölcsi nulla vagyok, hanem van egy másik szó, hogy méltatlanul. Méltatlanul. Pál beszél erről, hogy ne éljünk méltatlanul az úrvacsorával, vagyis megtűrve ronda dolgokat, bűnöket, gonosz dolgokat a szívünkben, mert egy méltatlan állapotban vagyunk, hanem hogy megalázkodni az Úr előtt, és hogy ez jó, hogyha az ember a maga személyiségében, hogy kicsinnek látja önmagát az Isten viszonylatában, az evangélium viszonylatában. Ez nem önmagunk leértékelését jelenti, hogy nagy nulla vagyok, tehát nem csinálok semmit, hanem Isten dicsőségéhez viszonyítva
még a cseppnél is kisebb vagyok, mint az óceánban. Igen, nekem akaratlanul a tékozló fiú jut eszembe, aki mindent eltékozolt, és haza ment, és azt mondta, hogy atyám, nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessél. A szolgád szeretnék lenni. És hogy János, keresztelő János ilyen értelemben is tisztában volt, hogy nem méltó arra a közösségre, ami a megváltó Jézus Krisztussal, a messiással való közösség. Annyira nem vagyok méltó, hogy lehajoljak és a sarujának a szíját megoldjam. Még arról sincs szó, hogy a lábát megmossam, hanem hogy megoldjam azt a szíjacskát ott a saruján. Nem vagyok méltó, és egyikünk sem méltó a Krisztussal való közösségre. De a számomra az a csodálatos, hogy Jézus méltóvá tett az ő áldozata által, az ő vére hulladsával, a szenvedéssel, hogy átszegezték a kereszten, méltóvá tett arra, hogy Isten gyermeke legyek. Ez nem az én méltóságom, ez a kegyelemből kapott Isten legnagyobb szeretete. A tékozló fiút az apja fölöltöztette ünnepi ruhákba, gyűrűt húzott az ujjára, sarut a lábára, nem volt rá méltó. És ha úgy érzed, hogy nem vagy méltó, akkor Krisztusra van szükséged, mert ő méltóvá tesz, hogy Isten gyermeke lehess.